Tulajdonképpen kicsit komolyabb részre vegyük a dolgot. Csöndes Trianon névvel Ági hozott egy riportot, és egy Faragó Imre nevű úriembert szólaltatott meg, de ne én mondjam el a történetet, hanem tulajdonképpen Ági és Imre. És utána menjünk vissza egy kicsit ennek a hónapnak a történelmére, hogy mi történt Erdélyben, jó? Üdvözlöm a kedves hallgatókat, Kis Ágnes vagyok. Ma, egy elég szomorú dologról fogunk beszélni, Trianon. És ugyan az interjúknak nem szokott címe lenni, de itt beszélgető társammal megállapodtunk, hogy most az lesz a címe, hogy Csendes Trianon. És aki a beszélgető társam, az Faragó Imre, térképész, és Trianonnak a térképészeti, vagyis inkább a helységnév megnevezési vetületéről fog nekünk beszélni. Szóval, hogy is volt ez a Csendes Trianon, vagyis hogy is van ez, mert még mindig zajlik? Igen, én is üdvözlöm a hallgatókat. A Csendes Trianon, ez egy olyan lappangó átalakulás, ami az egyén számára nem hogy elsőre nem látszik, de másodikra, vagy még tizedikre sem látszik. És egy olyan jelenséget kell mögötte értenünk, ami nagyon komolyan többes szálakon futó jelenség, és tulajdonképpen alapvetően a nyelvünket, illetve a kultúránkat támadja jelentős mértékben. Az egyik része az az, hogy amikor megtörténik egy államalakulatváltás, és ez a 20. században még fokozottabban így volt, akkor a mindenféle külső jegyek, ami az államot az egyén számára képviseli, földrajzi nevek, településnévtáblák, oktatás, az oktatás nyelve, igazolványok, igazolványokban feltüntetett akár személynevek, akár születési nevek, lakóhelyek neve, címerek. És hasonló címerek változnak meg tulajdonképpen egyik napról a másikra, de ez a változás is sokrétű, mert amíg például az oktatás, ugye ezt tudjuk, hogy a Trianon utáni új államalakulatok, a következő tanévtől gyakorlatilag bezárják, vagy éppen idegen nyelvűvé teszik a részben a közoktatási intézményeket, gyakorlatilag elsorvasztják minden országban, Csehszlovákiában és Romániában és Jugoszláviában is a magyar nyelvű középoktatást, tehát a felsőoktatásról már nem is beszélve. És ennek mai nap is tanúi vagyunk. És ennek mai nap is, ugye ott van, tanúi vagyunk, ott van például most Romániában a marosvásárhelyi események. Tehát ez egy látványos változás, mert nyilvánvalóan az, akinek a fia, lánya iskoláskorú volt, az ott állt a dilemma előtt, hogy akkor most a gyerek mondjuk a 5. osztályt vagy a 3. osztályt milyen iskolában fogja folytatni. Tehát ez az, ami azt mondom, hogy ez a látványos változás. A lappangó az az emberek egymás közötti földrajzi név használatában, kommunikációjában előjövő változás. Most csak rögtön egy példa jut eszembe, hogy mondjuk például, amikor még a béke aláírása meg sem történt, a béke iratokban a csehszlovák-magyar határ kijelölésének a dokumentációjában Rimaszombat városának a neve, így szerepel Rimaszombat, mert akkor még nem volt meg neki a szlovák neve. Tehát, egy ősi szlovák városnak nem volt szlovák neve, van. Vagy mik vannak? Mondjuk ott van például az Esztergommal szembeni kisváros Párkány, az egészen 1948-ig Parkán, tehát a szláv helyesírásnak a vetőivel van használatban, amire a magyar nyelvű ott élő, környéken lakó azt mondja, hogy hát ugyanaz a név, csak egy kicsit másképp néz ki leírva. Ezzel akár még mondhatnánk, hogy olyan nagy probléma nincs is. Na most a probléma akkor jön elő, amikor elkezdik a földrajzi neveket is szlávosítani, románosítani, tehát egy sokkal inkább az államnyelvi formára hozni. Rengeteg példa van erre is a 20-as, 30-as években, ez főleg romániai példa. Ott van például Marosvásárhely, amely akkor még románul Mures-Osorhelyi, tehát a Maros meg a Vásárhelynek egy ilyen románosított
változataként működik, és aztán csak amikor a 20-es évek végétől lesz Türgum Ures benne, ugye ott a Türgu az a vásárt jelenti románul. Mert nekik is kell egy kis idő, amíg ezt így átdolgozzák. Hát igen, igen, tehát ez is mutatja azt, hogy itt tulajdonképpen területrablás történik, tehát hogy futnak az események után, és nem arról van szó, hogy ott egy már egy etnikailag teljesen megváltozott területet birtokolunk el államilag is, hanem egy etnikailag nem megváltozott területet. Elrabolunk, vagy ott van mondjuk, nem tudom mennyire tudják a hallgatók, hogy ott van ugye Pozsonynak a mai szlovák neve, ez 1918-ban születik, ez a Bratislava név alatt. Hát úgy találták ki, hogy ennek azért van egy kis hagyománya, hogy így mondjam, egy a szlovák tanító, nyelvész, irodalmár, Ludovic Stúr, vagyis Stúr Lajos, akiről aztán később Párkányt fogják majd elnevezni. Ez nagyjából a mi Petőfinkkel, Kossuthunkkal, tehát a reformkor nagyjainkkal egy időben működő, tényleg szlovák szempontból komoly személyiség. Ő ilyen téves azonosításokból hozza azt ki, hogy egy ilyen Vratislava Burgum nevezetű Ómorvának mondott hely volt valahol Pozsony környékén, és ő ebből következteti le ezt a Bratislava megnevezést. Uh-huh. Amit... Volt egyáltalán olyan, hogy Ómorva hely létezik? Jó, hát ebben most nem menjünk bele, szerintem ez egy másik történet. De ugye Pozsonynak az eredeti, úgymond eredeti szlovák neve az, hogy Presburg, vagyis a Pozsonyból lett Presburgnak a német névnek a szlovákosított változata. És hogy mennyire csalafinta a dolog, fölmerült név alakként annak idején, hogy Vilzonovónak hívják a szlovák fővárost, a mai Bratislavát, vagy Pozsonyt. Mert ő neki köszönhetik. Mert hogy igen, mert hogy ugye Vilzon amerikai elnöknek nagyon komoly szerepe volt itt a területi köszönjük rendezésben. Köszönjük szépen, kedves Vilzon. Tehát azért itt komoly változások vannak, de ami a legfontosabb az az, hogy tehát tulajdonképpen a második világháborúig, vagy még utána is rövid ideig nem nagyon következik be nagyon látványos változást, ezt az egy-kettőt leszámítva a földrajzi nevekben. És utána ugye jönnek a bécsi döntések, jönnek a revízió, tehát a területgyarapodások magyar szempontból, amikor már úgy néz ki egy picit egy-két évig, hogy minthogyha legalább az etnikailag magyar területek visszakerülhetnének Magyarországhoz, és utána ebben egy nagyon komoly ideológiai hát fricskát kap a magyarság. 1948-ban Szlovákiában rendeleti úton történik meg a település neveknek a szlávosítása, akkor keletkezik a Stúrovó név is akkor keletkezik, meg sok ilyen óvó végződésű, kb. 150 ilyen névváltoztatás van, és hát hogy nem természetesen alapvetően a magyar lakta területeken, ekkor keletkezik például Bősnek a Gabcsikovó megnevezése, egy József Gabcsik nevezetű szlovák nemzetiségű katonának a nevét kapja, aki a németek elleni ellenállásban tüntette ki magát és halt hősi halált, és gyakorlatilag szépen megkeresik azokat a szlovák, illetve szlováknak mondott személyiségeket, akiknek úgymond megörökítik a nevét település nevek formájában. Romániában ez egy folyamat, ott nem köthető ennyire dátumhoz, ott szépen sorjában, amikor már úgy gondolják, hogy a túlzottan magyaros névből valami alakítást kéne csinálni, akkor szépen latinosítják, tehát mondjuk ott van például Torockónak a ma is szinte teljesen 100%-os magyar falunak a neve, az lesz Rimetea, az a Remete névből származik, a határában van egy ortodox kolostor, ott ugye remeték laknak, akkor legyen belőle Rimetea. De sorolhatnánk tulajdonképpen nagyon majdnem vég nélkül ezeket a változtatásokat. Na most... Van ebben valami koncepció azon kívül, hogy a neveknek románul, szlovákul és egyéb más nyelven kell hangzania? Nincs. Tehát semmi. Az a lényeg, hogy nem magyar legyen. Annyi koncepció van benne, hogy ahol a magyar névnek van valamiféle közszó értelme, ott sok esetben megpróbálják ezt ők is értelmessé tenni. Tehát most például eszembe jutott Válaszút nevű település, ez is Erdélyben van, aminek a román neve útkereszteződés. Na most ez az, amit én lappangó átalakulásnak mondok, és hát ebben a lappangó átalakulásban beletartozik az is, hogy meg kell csak nézni egy mai
szlovákiai magyarnak, romániai magyarnak a személyigazolványát, az útlevelét, a jogosítványát, abban egy betű magyar nincsen. Esetleg ma már a személynév az megmaradhat magyarul, de sok esetben még ez sem. Az, hogy hol lakik, a településnek a neve, az utcának a neve, az egyértelműen államnyelvi lesz. Ugyanakkor meg kell nézni egy magyarországi jogosítványt, amiben, hogyha egy olyan mondjuk Erdélyből áttelepült magyar nemzetiségről van szó, akinek már magyarországi lakhelye van és magyar állampolgár, és akkor például a személyigazolványában úgy van benne, hogy Szatmár, születési helyként egy Szatmár németi zárójel Szatmáre. Tehát a magyar közigazgatás sokkal toleránsabb, mint az oda háti bármelyik közigazgatás. Tehát ezek, mondom, hogy ezek ilyen, nem is teremtem másképp, nem mint, hogy lappangó átalakulások, és akkor hát ebbe az átalakulási folyamatba tartozik az, hogy hát biztos sokan hallottak arról, hogy például az emlékműveink, szobrok, csatahelyeknek a emlékei, emléktáblák, ezek mind most éppen a temetőkön folyik. Megsemmisítésre kerültek, hogy ott voltak a honfoglalási emlékművek az országban 7 helyen, azokat gyakorlatilag felrobbantották, Brassó, Dévény, fönn a Gerlachfalvi csúcson és még sok más helyeken. Ezek azok, amelyek itt szépen sorjába tüntetik el végelményben a történelmünket. Csak itt ez a probléma, hogy ezzel borzasztóan megvezetik a magyar nyelvű turistát is, hogy így mondjam. Tehát ott mondjuk az Árvai Vár, ami hemzseg a magyar főúri családnevektől, amelyeknek a szlávosított változatait lehet ott olvasni, meghallani. Na most egy ilyen Rákóczi hó, meg Tököli hóból, aki egy kicsit is tanult magyar történelmet, az úgy kicseng neki, hogy itt valami magyar névről van szó. De van, akinek ez nem jön le. Hát én találkoztam olyan ismerőssel, emberrel, aki rácsodálkozott arra, hogy miért mondom én azt, hogy nem tudom, melyik szlovák városnak milyen magyar kötődése van. Ő még azt se tudta, hogy az Magyarországhoz tartozott valamikor. Tehát és hogy ott csupa szlovákok élnek. Na most ez az, amit érzékelni kell, hogy az egy dolog, hogy valahol most már szlovákok élnek, meg románok élnek, mert ugye az az állami politika, az a 99 éves, most nyugodtan mondhatom azt, hogy elnyomás, nem csak konkrétan az egyén elnyomása, hanem a magyar kultúrának, nyelvnek az elnyomása, az azért meghozza a gyümölcsét. Tehát én emlékszem, hogy én általános iskolás koromban jártam Léván, ahol alapvetően magyarul beszéltek az emberek, és most nemrégiben, mikor ott jártam, mély megdöbbenésre tapasztaltam, hogy már a Léva név sincs kiírva névtáblán, azért, mert 20% alá csökkent a magyar nyelvű népesség. Igen. És azért az nem volt annyira régen. Elmúlt 25-30 év. Igen, egy generáció fölnőtt, és azok már... És ilyen formában alapvető átalakulás következett be. És a magyarok is szlováknak hallják magukat. Ez is sajnos, ilyet is hallottam nemrégiben, hogy magyar család és egzisztenciális okokból a vállalkozás, hogy jól menjen, hogy ne legyen probléma az adóhivatallal, inkább kifelé a szlovákságukat mutatják, vagy a szlovákiaiságból adódóan a szlovákságokat. Tehát ezek azok, amelyek lappanganak. Tehát ez a lappangás, ez egy borzasztó nagy veszély, és hogy visszakanyarodjunk a fő témához, tehát igazából ez az állam alakulatváltoztatás, ez ezért tragédia, mert a 20. században, 21. században az állam olyan szinten jelen van az ember életében, hogy gyakorlatilag nem tud kikerülni dolgokat. Tehát ezek azok a lappangó dolgok, amelyek soha az életben nem fognak eltűnni egy ilyen békediktátumnak a következtében. Addig nem fognak eltűnni, amíg van magyar az adott területen, az adott településen, és ezért minden legnagyobb tiszteletem azoké, akik egy ilyen környezetben is azt mondják, hogy ők magyarok és magyarul, és a gyermekeiket magyar iskolába próbálják megjáratni, és mindent megtesznek azért, hogy ez a magyar azonosság tudat ez meg tudjon maradni bennük. És hát ezen a napon, így most június 4-én én azt mondom, hogy és arra biztatok mindenkit, aki most érti azt, amit én mondok, nyelvi értelemben mindenképpen, hogy igenis küzdjön meg azzal, hogy ő magyar, tudom, én könnyen beszélek.
Igen, nekünk könnyű, minden Budapesttől. Nekünk azért könnyű, de azért nekünk is megvannak ilyen formában a magunk nehézségei, mert ez egy óriási kincs. Véleményem szerint, hogy az ember magyarul és magyarként és magyarul gondolkodva tudja azokat az információkat, amiket a magyarságából fakadóan tud. És hát igazából csak azt lehet mondani, hogy az, hogy elvették azokat a területeket, kölcsönvették és használják a mi földrajzi neveinket, vagy a nyelvünknek a szavait, mert az is nagyon sok van, az bennünket még inkább erősített abban, hogy azért mégiscsak nekünk vannak azok az alapgyökereink itt, amelyekre büszkék kell lennünk, és amelyeket ápolni kell. Hát ez egy nagyon jó végszó. Szóval hajrá, őrizzük a magyarságunkat. Ne merüljön ez a feledés homályába, hogy ott magyarok élnek. Hát semmiképpen. Úgyhogy köszönöm szépen az interjút, és köszönöm a figyelmet mindenkinek.